Másodfokú hőségriasztás van érvényben az ország számos pontján. Új megállók létesülnek az Árpád vezéróton. Buszos kirándulások a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőbe. Ózdi Krónika, a stúdióban Tóth Alexandra. A város aktuális hírei következnek, jó estét kívánok! Másodfokú hőségriasztást adott ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján hazánk számos pontján figyelmeztetés van érvényben ma éjfélig. A hőség miatt Ózdváros önkormányzata is több intézkedést tett. Szombat óta az ország számos részén, így városunkban is hőségriadó van érvényben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján másodfokú figyelmeztetést adott ki térségünkben is. A szakember szerint a mai az év egyik legmelegebb napja. Az ország jelentős részén 27 fok környékén, illetve a felett alakul majd a hőmérséklet. Ez a napi középhőmérsékletre értendő, ami pedig azt jelenti, hogy a délutáni órákban Ósztérsége környékén akár ilyen 34-35 fok körüli csúcsértékek előfordulhatnak. Erre most nálunk a jelen pillanatban narancssárga, azaz a második fokozatú figyelmeztetés van érvényben a hőségre. Ózdváros önkormányzata is számos intézkedést tett a hőérzet enyhítése érdekében. Ma délben például a volt Reuma kórház előtt osztottak palackozott vizet az arra járóknak. A polgármesteri hivatalnál pedig párakapu és ivókút áll rendelkezésre a meleg idő miatt. Azokat, akik az ózdi strandfürdőben szerettek volna hűsölni, meghosszabbított nyitvatartás várta ma és az elmúlt napokban. A városban élők többféle praktikát is bevetnek a meleg ellen. Több folyadékot fogyasztok, és amikor lehetőség van rá, igyekszünk egy tusolással, vagy pedig egy hűvös helyre való húzódással megoldani ezeket a dolgokat. Így a nyakamban, nagyobb ruhát szoktam, zsebkendőt beletenni a nyakamba, és akkor úgy víz, úgy jelen, vagyis úgy hűtöm le magamot, meg beleteszem a lábam hideg vízbe, és akkor úgy. Ma 90 éves elmúltam, azt igyekszek nem ilyen nagy melegbe kijárni. A meleg idő az ország többi részét sem kíméli. Dél-Dunántúlon több megyében harmadfokú piros riasztás van érvényben. Bár holnaptól kisebb lehűlés várható, egy nyugat felől érkező hidegfront miatt keleten marad a 27 fok körüli hőmérséklet. Új parkolóhelyek létesülnek az Árpád vezérúton. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény dolgozói azon betonlapok felhasználásával hozzák létre az új megállóhelyeket, amelyek a piacnál található kerékpárút készítése miatt szabadultak fel. A munkálatok során közel 80 méteren fektetik le a tömböket, és a tervek szerint a hétvégére el is készülnek. Munkagépek zajától volt hangos ma reggel az Árpád vezérút. Rég igénye volt az itt élő lakosságnak, hogy az autóval való parkolás könnyebbé váljon. Az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai napok óta dolgoznak azon, hogy az út szélén új parkolóhelyeket alakítsanak ki. Ebben nagy segítségükre volt számukra azok a 10 cm vastag járdalapok, amelyek korábban a piacnál voltak felhasználva, ám a kerékpárút építés miatt feleslegessé váltak. Ezek a betonlapok három sorban szinte tökéletesen kitöltik az új területen rendelkezésre álló helyet. Itt egyébként korábban murva volt leszórva, a betonlapok pedig időtálló megoldást jelenthetnek. Hát ezt már régen meg kellett volna csinálni, mert ez út keskeny, és mind a két oldalon az úton állnak az autókkal, és igen nehéz a közlekedés végette. Balesetveszélyes is, ez nagyon jó, kigondolok, hogy ezt megcsinálják itt. De más oldalon is meg kellene csinálni. Tehát mind a két oldalon meg kéne csinálni, hogy jobb lenne a közlekedés, mert minden biztonságosabb. A munkások egy speciális eszközzel fektetik a lapokat az előre elkészített sóderágyba. A megfelelő alap elkészítése is szükséges ahhoz, hogy sérülésmentesen, hosszú évekig bírják az ide parkoló autók súlyát. Az elmúlt időszakban városunkban több tucat új parkolóhely létesült. Ezután itt az Árpád vezérúton is könnyebb lesz majd a megállás, ugyanis az említett járdalapokat közel 80 méter hosszúságban fektetik le az Ózdi Városüzemeltető Intézmény munkatársai. A munkálatokat a tervek szerint a hétvégére befejezik, ám az esős időjárás még közbeszólhat. Buszos kiránduláson vehetnek részt a helyi szervezetek a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőbe az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jóvoltából.
Ma az Ózdi Nyugdíjas Klub tagjai utaztak a különjárattal, holnap a Szívklub, szerdán pedig az Ómi természetjárók köre élhet a lehetőséggel. Egyébként nem csak az út, hanem a sofőr személye is meglepetésként szolgált. Nyugdíjasok várakoznak az egyik újvárostéri buszmegállóban, ám nem egy menetrend szerinti járatra. Pár perccel később be is gurult egy szürke busz, amelyet rendhagyó módon Janicsak Dávid, városunk polgármestere vezetett. A jármű több megálló után nélt a nagy parkolóba, ahol szintén többen szálltak fel rá az Ózdi Nyugdíjas Klub tagjai közül. Minden évben a klubok kirándulásokat szerveznek maguknak, úgy gondoltam, hogy ebben az évben én segítek nekik ebben a kirándulás szervezésben, úgyhogy Bogácsra megyünk most a strandfürdőbe, és az a meglepetés kellemes vagy kellemetlen, hogy én fogom vezetni a buszt. Az előrejelzések szerint a mai volt az idei nyár legmelegebb napja, amelyet a vízben könnyebb elviselni, ezért is tervezte mostanra a kirándulást az Ózdiakért és Ózdért Egyesület. Bellér Lászlóné, az Ózdi Nyugdíjas Klub elnöke szerint ez egy nagyon jó lehetőség számukra, ugyanis ez azon ritka alkalmak egyike, amikor különösebb gond nélkül eljutnak egy közös útra. Ennek megfelelően, aki csak tehette, megmozdult. Van, aki egyénileg is elmegy, ha már ritkának találja a mi programjainkat, de szoktunk közös fürdőlátogatást is tervezni, általában Zsóriba. A Bogács az ugye átszállásos, ezért azt ritkábban használjuk, de ez nagyon kapóra jött. Igen, főleg azoknak, akik egyénileg szoktak Bogácsra, többen is vannak. Végül szinte egyetlen szabad hely sem maradt a külön járaton, ugyanis közel 50-en használták ki a lehetőséget az Ózdi Nyugdíjas Klub tagjai közül. A következő napokon is úton lesz a busz, hiszen kedden a Szívklub, míg szerdán az Ómi természetjárók körének tagjai vehetnek részt a strandtúrán. Több mint 50 gyermek tölthette hasznosan szabadidejét múlt héten a városunkban működő egyik összeszerelő üzem szervezésében. A napközis tábor már negyedik alkalommal a Bojki Tamás Általános Iskola együttműködésével jött létre. A vállalat vezetősége fontosnak tartja, hogy ilyen módon is segítsék dolgozóikat, hogy gyermekeik felügyeletét magukra vállalják a nyári időszakban. A programok igen sokszínűek voltak, csak úgy, mint az előző esztendőkben. A hétfő az ismerkedésről szólt, a fiatalok különféle sportjátékokat próbálhattak ki, és vetélkedőkön is részt vehettek. A második napon kirándultak, Szilvásváradon meglátogatták a kalandparkot, ismerkedtek a bobpályával, és kisvasúttal is utaztak, egyenesen a Szalajka völgybe. A jó időre való tekintettel több napon keresztül délelőttönként a városi strandfürdőben biztosítottak nekik elfoglaltságot, délutánonként pedig ismét a sporté volt a főszerep. A programok sorában kutyaterápiás bemutató is szerepelt. A záró napra pedig rengeteg élménnyel gazdagodtak a táborlakók. Végül test közelből megtapasztalhatták, hogyan telnek szüleik mindennapjai, ugyanis bejárhatták az összeszerelő üzem, szinte minden zugát, és megtekinthették a munkafolyamatokat is. Több százan látogattak ki az 5. cipónapra. A Katona József úton megrendezett közösségi napon számos programmal várták a szervezők az érdeklődőket. A nap folyamán főzőversenyt és habpartit is tartottak. Emellett két sztár fellépő, a Vétek zenekar és Nótármér is a színpadra lépett. Főzőversennyel vette kezdetét az 5. cipónap. A napsütéses délelőtt 5 csapat mérte össze tudását a gasztronómiában. Több csapat magyaros ételekkel készült, végül azonban egy erdélyi különlegesség nyerte el az első helyezést a Katona József úton megrendezett közösségi napon. Nagyon jól érezzük magunkat a rendezvényen. Mi lepődtünk meg a legjobban, hogy első helyezést értünk el. Egy olyan étellel készültünk, amit nem nagyon ismernek, erdélyi ételekkel jöttünk. Egy hargitai töltött sertésbordát hoztunk, káposztába burkolva. Hozzá készült egy dübbencs, ez egy burgonyás kenyérke, erdélyi különlegesség ez is, és egy kis desszertet is kapott a zsűri. Ez egy mézes erdélyi sütemény volt. A délelőtt a főzésen kívül főleg a fiatalokról szólt. A szervezők a számos program mellett egy habpartival kedveskedtek a gyerekeknek. Az Ózdi hivatásos tűzoltó parancsnokság lánglovagjai árasztották el habbal a futballpályát. Ezt követően délután lépett színpadra a Nagyanyám Blúza és a közismert Vétek zenekar, valamint Nótár Méri. A sztárfellépők többször együtt énekeltek a közönséggel, volt, hogy a színpadra is felhívtak egy-egy embert. Én nagyon-nagyon örülök neki, mert tényleg sokadjára vagyok már Ózdon.
nem csak nyilvános rendezvényen, hanem privát rendezvény, és megfordultunk már, itt jártunk többször, és hát mindig jó, mindig fantasztikus a közönség, és örömmel tölti el az a szívünket mindig, amikor több egyére hívnak meg, hiszen ez egy nagyon pozitív visszajelzés számunkra. A rendezvényt Janicsak Dávid városunk polgármestere és Zsuponyó Anett területi képviselő nyitotta meg, aki egyben főszervezője a Cipónapnak. Köszöntőjében beszélt a városrész elmúlt éveiről és a Cipóban élők jó közösségéről is. A Cipónapnak közösség összekovácsoló szerepe van. Baráti társaságok, családok nagyon jól érzik magukat, és én úgy érzem, hogy szükség van erre, hisz nagyon sok ember végig dolgozza az évet, és mindenkinek kijár egy kis szórakozás egy-egy este. A nap tombola sorsolással folytatódott, a több értékes nyeremény mellett a fődíj egy televízió volt, amelyet Kefir, a Vétek énekese adott át a szerencsés győztesnek. Az este a helyi előadó Katica utcabájával folytatódott, majd a nap végén a magasba lőtt tűzijátékot csodálhatták meg az érdeklődők. Aranyérmet szerzett az Európa-bajnokságon a magyar női U17-es kézilabda válogatott. A kontinens viadalt megnyerő gárdának az a Vámos Mira is tagja volt, aki egykor a Lóczi DSS színeiben kezdte a sportágat. Az ózdi származású lány ma már a Nemzeti Kézilabda Akadémiát erősíti, és a vasárnap lezárult megmérettetésen is nagyban tudta segíteni a korosztályos nemzeti csapatot. A torna során Mira összesen 15-ször köszönt be az ellenfeleknek. A norvégok ellen például 3 másodperccel a vége előtt az ő találata döntötte el a továbbjutás sorsát, emellett a fináléban a svédek ellen is 3 találatig jutott. A csapat végül hibátlan mérleggel zárta a viadalt. Mivel a legjobb 8 között végeztek a lányok, indulási jogot szereztek a jövő évi ifjúsági világbajnokságra, amelyre Kínában kerül majd sor. 5 arany, 2 ezüst és 2 bronzérem volt az ózdiak mérlege az idei kazincbarcikai kolorfutáson. A térség legszínesebb futóversenyét a Color Fesztivál keretében tartották meg, ahol közel 1000 sportember állt rajtvonalhoz. Közülük többen az ózdi Teknőc Futóklub színeit képviselték. Persze az egyesületen kívül is több helyi futó megmérettette magát valamely távon. A szervezők minden kategóriában díjazták az első 3 helyezettet, akik értékes ajándékokkal gazdagodtak. A legkisebbek közül Simon Merse az Ovi Maratonon állt rajtvonalhoz, aki nem sokkal később már a 2. helyet birtokolhatta. Suli maraton kategóriában Herceg Tamás nem talált legyőzőre, így a foci iránt érdeklődő fiatalember aranyérmet szerzett. Az 5 kilométeres, mondhatni legnépszerűbb versenyszámban Ihász Veronika 200 hölgyet utasított maga mögé, így a dobogó 2. fokára állhatott fel. Az ózdi teknőcök körében egyébként a legnépszerűbb táv a 10,5 kilométer volt. Itt Zákányi Pannát senki nem tudta megelőzni, így végül neki került a legfényesebb érem a nyakába. Fábián Norbert ugyanezen a távon 3. helyen ért célba. Molnár Csaba ismét nagyot alakított, bár a helyi fiatalember először csak 4. maratonra volt benevezve, de időközben meggondolta magát, így mivel a szabályok engedték, a 21 kilométeres félmaratoni távra is leadta nevezését. A rajtot követően 39 perc múlva megérkezett a célba, 2 perccel maga mögé utasítva az egész mezőnyt, de tovább futott és teljesítette a 21 kilométerhez szükséges szakaszt is. Végül 4 kör után immár 5 perces előnyt szerezve ismét átszakította a célszalagot. Eredményének köszönhetően Csaba 2-szer is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. Maratoni, vagyis a 42 kilométeres versenyszámban újra ózdi sikereknek örülhetünk. Ugyanis Tulipán Attila 3 óra 4 perces idejét senki nem tudta felülmúlni, így ő a dobogó legelőkelőbb helyére állhatott fel, míg Nagy Róbert ugyanezen a távon 3. helyen ért célba. Híradónk végén nézzük meg legfontosabb híreinket még egyszer, röviden. Másodfokú hőségriasztást adott ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzései alapján az ország számos pontján figyelmeztetés van érvényben. Új parkolóhelyek létesülnek az Árpád vezérúton. Az ózdi városüzemeltető intézmény munkatársai azokat a betonlapokat használják fel, amelyek a piacnál található kerékpárút munkálatai miatt szabadultak fel.
Buszos kiránduláson vehetnek részt az Ózdi Nyugdíjas Klub, a Szív Klub és az Omi Természetjáró körének tagjai a Bogácsi strandra, az Ózdiakért és Ózdért Egyesület jóvoltából. A különjáratot városunk polgármestere vezeti. Több százan látogattak ki az 5. cipónapra. A Katona József úton megrendezett közösségi napon a számos program mellett Nótár Méri és a Vétek zenekar is színpadra lépett. Végül pár szóban az időjárásról. Kedden egy hideg front érkezik térségünkbe, amelynek hatására napközben elszórtan, késő estétől többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, a Dunántúlon helyenként akár viharossá is fokozódhat az északnyugati szél. A hőmérséklet éjjel csupán 20 fokig süllyed, napközben 28 Celsius fok körüli maximum várható. Ezek voltak Ózd legfontosabb hírei. A krónika ismétlését este 8 óra 10 perckor, 11 órakor és a szokott időpontokban láthatják. Híradónk után a Madara tolláról című természetfilm 8. epizódját ajánlom figyelmükbe. Friss ózdi hírekkel holnap ugyanebben az időben várom Önöket. Szép estét kívánok, viszontlátásra!